Amíg szépen sül a tök, rendet raktam a hűtőbe, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mi van a hűtőmbe, hát ha valakit érdekel. Ugye a reggelihez citrom, lime, itt szezámmag és napraforgó mag darálva, a kuktából kivett csicseriborsó, ranóla, kendermag, csírák, akkor ami éppen szezonban van, mandarin, kiwi, körte, az egy zöld turmix maradék reggelről, itt ez a zöldséges rész, padlizsán, cukkini, káposzta, lent ananász, mangó, petrezselyem, itt vannak a zöldek, amit a zöld turmixba rakok, még több zöld a zöld turmixba, uborka, a csíráztatomból a csírák, citromok, és a legalsó polcon pedig alma és répa. Mind készen áll arra, hogy ezen a héten feldolgozzam. Sziasztok! Ha nem láttátok volna az előző sütőtökös pite videómat, csak szólok, hogy ez a videó annak a folytatása, hiszen, mint láttátok, volt egy nagy 5 kilós sütőtököm, aminek a felét megsütöttem, és végül is a negyedét használtam fel a sütőtökös pitéhez. Na most ez a sütőtökös pite éppen benn van a sütőben, és maradt még egy negyed sütőtököm, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most gyorsan improvizálni fogok egy receptet, abból, ami van itthon. Tehát ez egy negyed sütőtök, csak úgy szólok, hogy körülbelül 3 pohárnyi sütőtök felkockázva, illetve van itthon még csicseriborsom, amit a hétvégén a kuktába csináltam, ebből szerintem 1-1,5 pohárnyit fogok felhasználni, és hogy egy ilyen ebből a kombinációból úgy gondoltam, hogy egy sütőtökös csicseriborsós körrit csinálok, ami szerintem ilyenkor a hidegebb estékre tökéletes. A másik alapanyag, amire szükségetek lesz, az 4 deciliter kókusztej, szerintem körülbelül 2-3 deciliter zöldségalaplé, de természetesen, ha több kell, majd még adunk hozzá, és körülbelül 2-3 evőkanál piros curry. Na most a piros curryről annyit, hogyha vegán táplálkozást folytattok, figyeljetek oda, mert nagyon sokban van hal szósz, tehát bioboltokban, vagy ilyen eredeti ázsiai boltokban lehet az eredetit kapni, amiben nincsen hal szósz, tehát csak ezt úgy tippként figyeljetek oda rá. Úgyhogy azzal kezdeném, hogy már fel is vágtam, egy lilahagymát és 3 gereszt fokhagymát megpirítok olajon. Amint a hagyma és a fokhagyma megpárolódott, végül is hozzáadom a zöldségalaplét és a piros körrit. Majd pedig a többi hozzávalót. Mivel ebben a curryben már minden hozzávaló meg van sütve vagy főzve, mint a csicseriborsó, illetve a sütőtök, ezért egy 10-15 percig végül is csak összerontjantom, összefőzöm, és már kész is van, tehát tényleg, hogyha megvannak a hozzávalók, ez egy negyed órás vacsora vagy ebéd. Rizssel fogom tálalni, ezt holnapra csinálom, amúgy egyébként, mert ma estére már van vacsoránk, tehát rizssel, curryként a legjobb. És majd most meg is kóstolom, de szerintem már most az illata alapján isteni finom. Mivel a sütőtök egy édes dolog, ezért egy kicsit ilyen
édes, de mégis ugye csilis, fűszeres, nagyon finom. Én még egy kis fekete borsot is rakok hozzá, sót már nem kell, hiszen a leves alaplében, illetve amúgy a piros curry szószban is van egy kis só, csak egy kis fekete borsot és már kész is. Eszméletlenül krémes, testet, lelket felmelegítő lesz ez is. Jó étvágyat hozzá! És másnap délben látható csodaszépen a tökös csicseriborsós körrim, rizs csináltam hozzá, lucerna csírával és vörös káposzta csírával. Tuningoltam egy kicsit, itt van a pumpkin pie, nagyon-nagyon finom, ez már a második szeletem a mai nap folyamán, és a zöld turmixom a munkába, úgyhogy én neki is állok.